Meleg étellel, tartós élelmiszerrel, higiéniai szerekkel és ruhával is segíti a háború elől menekülő családokat a Szent István Karitász Alapítvány. A Técsői Római Katolikus Egyházközség szervezete közel 30 éve fő feladatának tekinti a rászorulók és az idősek támogatását a Felső-Tisza vidéken. Az Oroszország és Ukrajna közötti háború kitörését követően pedig aktív szerepet vállalt az ide menekülő családok ellátásában is. Most naponta közel 80 menekült számára tudnak kétfogásos ebédet biztosítani, valamint egységcsomagokkal is támogatják a rászorulókat. Azt a tevékenységet, amivel eddig is foglalkoztunk, azt ugyanúgy folytassuk. Az minden, a száraz élelmiszer is, az ebédek azok megmaradtak, egyszerűen plusz még lettek ezek a rászorult menekült emberek, akiknek minden nap próbálunk kiadni egy csomagot, egyszer még csak mindenkire egy csomag, száraz élelmiszer, ebbe van tej, makaróni, rizs, volt olajunk, tettünk olajot is, olajat most sajnos elfogyott, ugyanúgy vannak tisztálkodási szerek, és gyerekeknek édesség. Ezen kívül vannak pelusok gyerekeknek és élelmiszer gyerekeknek. A csomagokat a Karitásznál tevékenykedő segítők állítják össze egyéni igények szerint a regisztrált menekültek számára. Érdeklődünk, hogy van egy gyerek a családban, vannak idősek, betegek, és akkor élelmiszert adunk, ha vannak gyerekek, édességet, ha pici gyerekek, akkor pampers-t, ilyen gyerekélelmiszert szoktunk adni. Élelmiszert és tisztálkodási ilyen szereket szoktunk adni így. Úgy szoktak jönni, hogy adják a papírt, akkor fénymásoljuk, hogy nekünk is legyen, mert minden nap nem adhatunk ugye segítség, így legalább két hetente egyszer. Ahogy jön hozzánk is az élelmiszer, úgy szoktuk nekik is osztani. Nagyon sokan jönnek. Szomorú a helyzet, persze sokan vannak, akik jönnek, hogy hát ott hagyták a családukat, valakik egyedül, valakik gyerekekkel, hogy ilyen nehéz helyzetben vannak az emberek, és szükségük van, és mi is örülünk, hogy tudunk segíteni azért nekik. Pelenkát, élelmiszert, vizet kaptam. Minden szükséges dolgot adnak. Nagyon keveset kell vásárolnom saját pénzből. Gondolom, hogy erre mindenkinek szüksége van, és nagyon jó, hogy így segítenek. Nagyon hálásak vagyunk ezért, hiszen most anyagilag korlátozottak a lehetőségeink. Így ez az adomány sokat segít az embereknek. A Técsői Szent István Karitász Alapítvány két olyan intézménnyel is rendelkezik, amelyekben szállást tudnak biztosítani az ide menekült családoknak. Az egyik ilyen a Bustyaházi Közösségi Ház, ahol családias légkör fogadja a rászorulókat. Jelenleg itt 22 személy tartózkodik. Kezdtünk fogadni, ahogy ők megérkeztek, március 22-től. Addig mindent előkészítettünk, takarítás, meg ágynemű, minden, mert általában nincs az ágynemű az ágyakon, de hát elkészítettünk. Azt mondták, hogy ez itt nekiek, mint a mennyország. Mert a faluban van egy középiskola, ottan madracok a padlón, és úgy az emberek alusznak, meg vannak. Itt meg azért más a körülmény. Zuhanyozni lehet, amit akarsz, főzzöl, na, ahogy akarsz, sütnek süteményeket. Olena Herson megyéből érkezett. Azt mondja, mindnyájan hálásak a szívélyes fogadtatásért. Nagyon jól fogadtak itt bennünket, jól érezzük itt magunkat. Nagyon barátságosak az emberek, és a körülmények is a legjobbak számunkra. Nagyon köszönjük ezeknek az embereknek és mindenkinek, hogy befogadtak minket. A Técsői Szent István Karitász Alapítványnak további élelmiszeradományokra lenne szüksége ahhoz, hogy minél több rászorulónak tudjanak segíteni ebben a nehéz időszakban.